De megpakolom, nem, mert fölmegyünk, egyébként van egy hetóra. Fölpakoljuk a csomó ecetfát, ecetfa gajat, amit kerítés múlva, és hosszára, és fönt a partról jövünk le. Megvan kötve a kerítés, a kerék, kocsikerék, lejövünk egészen a cigányok a lámra, mint cigányok oda voltak kitelepítve. Lejövünk, nos, már kisztözök a kereket, olyan szépen jövünk be. A kis Sándor bácsáknál volt ilyen kis, mint egy patak átfolyó, rángatós kút volt akkor lenn, és egy átmegy. Annyira megszúrt a lovaknak a hátulját, hogy nem bírtuk megfogni. Volt a szerencsénk, a nagy kapu nyitva van. A sickétek a kerítésüket a tengelybe akar. Elhozzuk, lovaskocsiba, utána a villanykarról megdobja, és irány a kapu. Kapunál megfogja a kerékvető, mert érdekesek voltak az emberek, hogy azért úgy csinálták meg a kapu bejárat, van egy kerékvető, hogy ne legyen semmi gond. Be, ló megállt. Én aláestem, a Jóska előre esett. Jó, hogy a rúgós ló alát feküdtem, egy szót, nem szót. Apám akkor szállt, akkor jött haza szőlőből, és akkor sietett meg a gályának. Na, minket kiszedtek, semmi gond, egy kis odalás, kész, annyi volt. Ezt mesélhettem. Lehet, igen. És annyira, utána visszagondolva, hogy lehetünk ennyire okosak, vagy hülyék, vagy semmiek. Tehát annyi is benne van, mert nem tudtuk eltalálni, most mi is van. Tehát, akkor én oda mentem, hazamentem, oda volt készítve a teknő, bele volt egy kis abra, jóban meg van ditatva, én megfordultam kocsiba, én esettem, édesanyám fölült a kocsira, nagypapa meg ott maradt, és akkor kihozta a szaratokat. És este jöttünk haza. Biztos te. Akárki olyan kedvesen indít, hát miért?